Bizonyára nagy örömmel indultak megszokott tanintézményünkbe március 30-án a Kinizsi Pál szakközépiskola és gimnázium diákjai, hiszen az iskolatáska helyett csak szabadidőruhát kellett magukkal vinni, hiszen a gimnázium a Nemzeti Tehetség Program pályázat keretében egy sportnapot rendezett számukra. Fő célkitűzésünk az egészséges életmódra nevelés, illetve a sporttevékenységek közül választani tudjanak a gyerekek saját maguknak, hogyha esetleg megtetszik nekik valamelyik sportág, akkor életük során tudják ezt folytatni. A rendezvényre hivatalosak voltak a helyi általános iskolák tanulói is, akik több helyszínen ismerkedhettek a különböző sportágakkal és azok képviselőivel. Talán a plusz az volt ebben az egészben, hogy összekapcsoltuk az oktatást, illetve a civil szférát és a sportegyesületeket. A helyi birkozóklub tagjai Lőrinc Attila edző vezetésével mutatták be, hogyan is néz ki egy-egy edzés náluk. Mint látható volt, nagyon sok fiatal nebuló gyűrte egymást a szőnyegen. A birkozó szőnyeg szomszédságában a Krupinca János vezette a Bonyi Power Karate Klub adott ízelítőt a Kyokushin harcművészetből. A 17-szeres Európa-bajnok Szabó István vitte a prímet, de náluk fellelhető volt a gyengébb nem is. Azaz nagyon sok abonyi lány választotta már magának ezt a stílusú harcművészetet. A csarnok másik felében a helyi kézilabda csapat kapusa, Pallér Péter testnevelő tanár a röplabda rejtelmeit próbálta megismertetni a gyerekekkel. Amiatt fontos ez, mert maguktól nem biztos, hogy elmennek. Itt most meg egy kötetlen körülmények között kipróbálhatják, ráadásul ugye iskolaidőben, meg még plusz motiváció is. A gimnázium udvarának pályáján a focisták kergették a labdát. Kell is a toborzás, hiszen a város futballcsapata egyelőre a megyei második osztályban szerepel. A füves területen pedig a nagyabonyi íjászok állították fel tábláikat, ahol szintén nagyon sokan vették kezükbe az általuk használt ősi lövőeszközt. Hozzákapcsoltuk az egészséges életmóddal, egy kicsit proaktív módon, kicsit preventív módon, és egy egészségügyi előadást is szerveztünk, és a Népi Egészségügyi Főosztály főorvos asszonya jött le, és tartott előadást a gyerekeknek. Aztán volt egészségügyi mérés, ahol szintén a doktor Tóth Katalin részt vett, és ő adott tanácsokat, mérte a gyerekek eredményét, felügyelte, és aztán sportolhattak. A helyi iskolák mellett Újszilvásról és Újszászról is érkeztek tanulók, az egykori Kinizsi Pál gimnáziumi diák Fehér János vezetésével. Természetesen magukkal hozták a láptollabdát is. Szívesen népszerűsítjük a láptollabdázást, ahova meghívnak bennünket, oda eljövünk, elmegyünk. Itt is kedvező tapasztalataink voltak, mert több fiú és lány többször visszajött, és azt mondja, ez nagyon jó játék, visszajöttem még egyszer játszom. A gimnázium előtti tér sem maradt üresen. A jó hangulatot a zumbások adták meg, majd a rendezvény látványos gokart bemutatóval zárult. Az egyik járművet a gimnázium diákja vezette, aki osztályfőnöke szerint jó tanuló, és nem mellesleg az egyik országos gokart verseny második helyezettje is volt már. Az idei évben fölléptem egy versenygokart bajnokságba, és az idén tervezem, hogy több dobogós helyet is elérni. Aztán, ahogy fejlődök, minden alkalmat kihasználok a fejlődésre, és pályautózásba fel szeretnék majd lépni. A Bonyban a március 30-án reggel 8 órakor kezdődött sportnap elérte célját mind a testnevelő tanár, mind az igazgatónő szerint. Minden egyes szabadedzésen legalább 20-30 gyerek az, aki kipróbálta ezeket a hagyományos sportákat. Ha abból csak 10-15% ott marad, és abból mondjuk lehet, hogy egy világbajnok vagy Európa bajnok lesz, de ha nem is csak szereti a sportot, már akkor megérte az egész rendezvényt. Mindenki itt volt, akit a városban el tudtunk érni. Minden intézménybe eljutott ennek a mai napnak a híre, és nagyon köszönöm az általános iskoláknak és az óvodáknak, hogy a gyerekeik részt vettek a mi sportnapunkon. Köszönjük!